Szép magyar beszéd, szavalóverseny a könyvtárban. Manuel a teknőben új mesekönyvét mutatta be Verasztó Antal. Rallycross Astra Kupa, 12 évesen az év újonca, Páli Botond. Jó estét kívánok! Önök az Orosházi Városi Televízió február 2-ai pénteki híradóját látják. Köszöntöm Önöket, lássuk a részleteket! A rendőrök február 2-án pénteken a reggeli órákban a Huba utcában állítottak meg egy autót. A migránsokat szállító pakisztáni sofőr Orosházán keresztül vezető útvonalon vitte öt személyazonosságát igazolni nem tudó pakisztáni és indiai utasát. Információink szerint az esetnek nincs Orosházához köthető szála. A Békésvár megyei rendőrkapitányság tájékoztatása szerint február 2-án 7 óra 10 perc körül a rendőrök egy személyautó vezetőjével és utasaival szemben intézkedtek. A kocsiban hatan ültek, közülük öten nem tudták igazolni magukat és azt sem, hogy jogszerűen tartózkodnak Magyarországon. Mindannyian férfiak voltak, közülük hárman pakisztáni, ketten pedig indiai állampolgárnak vallották magukat. Az autó vezetőjével, egy pakisztáni férfival kapcsolatban felmerült a gyanú, hogy segítséget nyújtott a külföldieknek jogellenesen az országba jutni. Az autó utasaival szemben idegenrendészeti eljárás, az autót vezető férfi ellen pedig embercsempészés büntet gyanúja miatt indult büntető eljárás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Kazinczy Díj Alapítvány Pécsi Blanka emlékére kuratóriuma a 2023-2024-es tanévre is meghirdette a Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszédversenyt. Az orosházi megmérettetést a hagyományoknak megfelelően a Juh Zsigmond Városi Könyvtárban rendezték meg csütörtök délután. Négy településről 7 általános iskola 12 diákja gyülekezett csütörtök délután a Juh Zsigmond Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában. Az orosházi iskolások mellett Nagyszénásról, Gerendásról, Csanádapácáról érkeztek versenyzők. Több mint 20 éve szolgál helyszínéül itt Orosházán a Juh Zsigmond Városi Könyvtár a Kazinczy szépkiejtési versenynek, hiszen nagyon fontos a könyvtár számára is, hogy a gyerekeket egyrészt behozzuk ide a könyvtárba, másrészt pedig, hogy valamilyen módon szervezzük és központilag tudjuk irányítani ezt a nagyon fontos és nagyon szép versenyt. A gyerekeknek egy központilag kiválasztott szöveget és a magukkal hozott szabadon választott szöveget kellett felolvasni, a Palotás Rózsa Diána, Csányiné Kádár Tünde, Szokodi László alkotta zsűri pedig figyelt, jegyzetelt és értékelt. Előbb a kicsik, utánuk pedig a nagyobbak birkózhattak meg a kötelező és a szabadon választott szöveggel. Palotás Rózsa Diána, a GSC Kossuth Lajos Technikum és Szakképző Iskola igazgatóhelyettese, a zsűri elnöke elmondta, sok dologra kellett figyelniük. Elsősorban figyelünk a szöveghűségre, a szövegválasztásra, a hozott szövegek esetében, beszédtempó, hangsúly, hanglejtés, minden, ami a szép magyar beszédhez hozzájárul. A szabadon választott és a kötelező szöveg olvasásakor kapott pontokat összesítik, és ez adja a versenyző eredményét. Mint megtudtuk, a tapasztalat az, hogy ügyes, szépen beszélő gyerekek érkeznek minden évben, köszönhetően a szülők és a felkészítő tanárok munkájának. Orosházán január 29 és február 6 között tekinthető meg ingyenesen a PMK Színház termi előcsarnokában a Petőfi 200 vándor kiállítás. Célja, hogy az ország bármely pontjára eljuttassa a Petőfi életmű új megközelítésű értelmezését. A tárlat átfogó képet nyújt Petőfi életútjáról és életművéről. Egy látványos kiállításnak ad otthont a napokban a Petőfi Művelődési Központ. A Petőfi Irodalmi Múzeum által kialakított, Petőfi Sándor műveit és életpályáját tartalmazó tárlat az intézmény színháztermi előcsarnokában várja az érdeklődőket. A tárlat látványos grafikai megoldásaival és megfogalmazásával átfogó képet nyújt a költő életútjáról és életművéről. A program a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával a Nemzeti Művelődési Intézet és a Művelődési Központ szervezésében valósulhatott meg. A tárlatot a Táncsics Mihály Gimnázium tanulói is megtekintették pedagógusai kíséretében. Pénteken délelőtt a 9. C osztály informatika tagozatos diákjaival találkoztunk. Az intézmény magyar-spanyol szakos tanára, egyben a gyerekek kísérője Bús Natália elmondta, nagy dolognak tartja, hogy a múzeum orosházára is elhozta a kiállítást, és az orosházi diákok is megtekinthetik. Maga Petőfi pedig örök, ugye gondoljunk akár a gyerekkorunkra, akár a felnőtt korunkra, egészen biztos vagyok benne, hogy mindenki találkozott már Petőfinek a nevével, valamint arról se feledkezzünk meg, hogy kötelező érettségi tétel a diákok számára. Mi most gimnazistákkal érkezünk, a kollégáimmal együtt,
szinte minden gimnáziumi csoportosztály meg fogja nézni ezt a kiállítást, és a visszajelzések alapján azt gondolom, hogy tetszik a gyerekeknek. Hozzátette azt is, hogy a diákok akár jutalomötösökkel is gazdagodhattak, amennyiben később sikerült jól megválaszolniuk a kiállítás anyaga alapján összeállított kérdéseket. A Petőfi 200 tárlat Orosházán január 29-e és február 6-a között tekinthető meg a Művelődési Központ színháztermi előcsarnokában. A kulturális együttműködés keretében még számos program várható a továbbiakban is Orosházán, legközelebb február 9-én este ugyancsak a Petőfi Művelődési Központban. Nagy hangsúlyt fektetnek a testmozgásra a Táncsics Mihály gimnáziumban. Az intézmény pedagógusa Marton Rihárd mesterprogramja is ezt szorgalmazza. Ennek köszönhetően a diákok kicsit kiszabadulhatnak a klasszikus testnevelés órákból. Minden pénteken a Táncsics Mihály gimnázium tornatermében kezdik a napot a 9x8 osztály diákjai Marton Rihárd pedagógus mesterprogramjának köszönhetően. A tanulók így kiszakadhatnak a klasszikus testnevelés órák menetéből, hogy új dolgokat ismerjenek meg. Egy olyan ötlettel álltam én elő annó 2 évvel ezelőtt, hogy meglegyen picit reformálva az iskolai testnevelés, olyan újdonság kerüljön bele, ami nem igazán jellemző az oktatásba, és mivel lassan most már 15 éve foglalkozom a TRX-el, abból adódott az ötlet, és a program neve az, hogy TRX oktatása és a funkcionális tréning oktatása az iskolai testnevelésbe. Ez egy 5 éves program, amiből az első 2 év kimondottan a TRX-el foglalkozik. A 9x8 osztály tanulói még 8. korukban kezdték meg a programot. Marton Rihárd úgy nyilatkozott, már ennyi idő után is látszik a változás a diákokon. Szerintem nagyon jó, hogy ezt csináljuk így iskolán belül, hogy kicsit erősítjük magunkat is, nem csak játszunk, de természetesen más feladatok is vannak ezen kívül. És hát örülök, hogy ezt így csináljuk, már 1 éve, már lassabb 1,5 éve, és látszik is a fejlődés. A tanulók a pénteki foglalkozások alatt különböző gyakorlatokat végeznek felváltva a TRX segítségével. A programnak köszönhetően mozgáskultúrájuk is szélesebbé válik. A Táncsics pedagógusának mesterprogramja 2. felében a funkcionális edzésen lesz a hangsúly. Olyan eszközök helyes használatával ismerkedhetnek meg a diákok, mint a kettlebell, a kézisújzó vagy a homokzsák. Január 23-án történt, hogy a Szikhát Menhely munkatársa, Pusztai Ilona egy sérült kutyát talált egy építkezésen. Onniról akkor azt mondta az orvos, csoda, hogy túlélte az esetet, hiszen rengeteg vért vesztett, amikor a lába leszakadt. A kutya így azóta a Menhelyen lábadozik, hogy meg tudják műteni. Múlt héten érkezett bejelentés a Szikhát kutyamenhelyre, hogy egy sérült kutyát találtak a ravasztanya közelében. Pusztai Ilona, a menhely munkatársa azonnal a helyszínre sietett, miután megtudta, az állat egyik lába leszakadt. Nagyon szerencsém volt, hogy jöttek a dolgozók segíteni, tehát úgy meg tudtuk fogni, hogy nem ütődött, meg nem lett vele semmi probléma, és szépen kiemeltük. Hát mikor megláttam, hát én is sírva fakadtam. Elképzelni se tudom, hogy milyen fájdalmakat élhetett át ez a kutya, és hogy maradhatott életbe, hát leszakadt a lába. Tehát akkor a vérveszteség is, és akkor a fájdalom is lehetett, hogy ezt nem tudom elképzelni, hogy ezt hogy is tudta így ez a kutyus túlélni. Onnit azonnal Makúra szállították az állatorvoshoz, azonban mivel túl gyenge volt, nem lehetett megműteni. A kutyát így visszahozták Orosházára, ahol a menhely egy elkülönített részén kapja a gyógyszereit, hogy megerősödjön a műtéthez. Nagyon szépen javul, és ő is nagyon szépen viselkedik, tehát úgy gondolom, hogy ha így épülget és ennyire jó étvágya lesz, akkor 1-1,5 hét múlva vihetem műtétre, és utána meggyógyul, mehet gazdához. A menhely munkatársa hozzátette, a kutya nevét egy örökbefogadójuk adta, és annyit jelent, szerencse. Rendhagyó író-olvasó találkozónak, könyvbemutatónak lehettünk szem és fültanúi szerda délelőtt a Juzs Zsigmond Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában. Városunk kiváló helytörténésze Verasztó Antal mutatta be mesekönyvét. Rendhagyó volt a délelőtti találkozó, elsősorban Verasztó Anti bácsi számára, mert hiába, hogy már több mint 30 könyve jelent meg, mesekönyvet még eddig nem írt, ennél fogva mesekönyvben mutató író-olvasó találkozón sem lehetett az egyik főszereplő. Volt néhány novellám, aminek már nagyon mese hangulata volt a vége, és megkérdezték, nem-e próbálnék meséket írni. Van egy budapesti lap, aki tulajdonképpen
elindította ezt az Epreskert 5 a folyóiratnak a címe, egy virtuális folyóirat, és őneki írtam majd 10-15 mesét, amit mégis jelentettek. Aztán vérszemet kaptam, és könyv lett belőle. Verasztó Antal elmondta még, hogy nagyon szeret gyerekeknek írni, mert ők hálás közönség. A könyvet nem csak jó gyerekeknek írta, hanem azoknak is, akik esetleg ettől akarnak jobbak lenni, de a felnőtteknek sem haszontalan elolvasni. Van 5 unokám, meg most 9 dédunokám, azok még nem olvasnak, de nekik olvasnak meséket, és hát talán már azt is elvárnák, hogy írjak még további meséket, és egyelőre ez még folyamatban van. A találkozón résztvevők nagyobbik része egy darab 8-as számmal le tudja írni életkorát. Anti bácsinak ehhez bizony már 2 8-ast kell kanyarítania, de ez nem akadályozta meg egyik oldalt sem abban, hogy Tengericsi vagy gyermekkönyvtáros segítségével kicsit belebújjanak, belejátszanak a mesékbe, és egy rendkívül jó sikerült kellemes délelőttöt töltsenek el együtt. 4. osztályos korában kezdett el úszni Bánszki Ádám, a Táncsics Mihály gimnázium jelenlegi tanulója. A tehetséges uszonyos úszó már több országos versenyen is eredményesen szerepelt, 17 évesen pedig a felnőtt mezőnyben bizonyított. A Medgyesegyházi úszodában tartja edzéseit a Medgyesegyházi Sportegyesület. Bánszki Ádám is itt ugrik vízbe hetente 2-szer, hogy edzőjével, Pesit Zoltánnal a versenyekre készüljenek. 4. koromban kezdtem el úszni iskolai keretek közt, ugye tesi órán, akkor jöttünk át elsőnek, akkor találkoztam ezzel a sporttal elsőnek, és hát megtetszett, meg az edző is azt mondta, hogy jó vagyok benne, van bennem potenciál, úgyhogy elkezdtem eljárni edzésekre. Az uszonyos úszás abban különbözik a hagyományos formától, hogy itt egy nagy uszonnyal, légzőcsővel vagy oxigénpalackkal úsznak. A távok azonban megegyeznek, 50 métertől az 1500 méterig terjednek az uszonyos úszás versenyszámai. Tavaly junior korosztályú volt, és egyel följebb jogosult a versenyző indulni, így a felnőtt országos bajnokságon elindítottuk, és eddigi legnagyobb sportsikere, hogy az országos bajnokság B döntőjébe került, és ott még 2 versenyzőt sikerült megelőznie, tehát 14. lett gyakorlatilag országos szinten. Az edző hozzátette, Bánszki Ádám egy példakép az egyesület többi úszója előtt, mindenki csapatkapitányként tekint rá. Az úszó tehetség pedig a gimnázium után is szeretné folytatni az edzéseket és a versenyeket, hiszen évekkel ezelőtt beleszeretett a sportágba. Mindössze 12 éves, de már felállhatott a dobogó tetejére a Kárai Motorsport ifjú versenyzője a szakági díjátadón. Az orosházi Páli Botond lett az év újonca a Rallycross Astra kupában. Botond csak úgy, mint példaképe az Európa-bajnok Kárai Tamás autókrosszal kezdte a versenyzést. Tavaly nyílt előtte egy másik lehetőség, hogy a rallycrossban is kipróbálhassa magát. A rallycross Astra kupában 18-an álltak rajthoz, felnőttek, fiatalok vegyesen. Az éves összesített eredmények alapján Botond a 10. helyet szerezte meg a kölcsön Opellal. Volt azonban a bajnokságon belül egy másik verseny is, a Rookie of the Year, vagyis az év újonca verseny. Páli Botond ebben az értékelésben a 2. helyen végzett volna, de az év végén kellemes meglepetés érte. A sümegi díjátadón az Astra kupa összetett győztese, aki egyébként nyerte az év újonca versenyt is, lemondott az utóbbi kategóriában szerzett pontjairól, így elsőséghez juttatva az orosházi fiút. Az Opel Astra az 1.6-os benzines. Igazából ez egy rallycross autó, ez egy gyári rallycross autó, ilyen kupákba szoktak menni. Van ugye a junior Astra, ahol én mentem idén, tavaly. A 3. a Hankook, a 4. a Mazda, az 5. a hibrid, és az első 5 kupa sorozat, ezekkel az autókkal szoktunk menni. Idén a Rallycross Magyar Kupa mínusz 1400-as kategóriájában szeretnének indulni, de ehhez még nincs meg az autó. Az Opel Astra kölcsönben volt náluk, azt visszaadják, és egy Suzuki-ban gondolkodnak. A meglevő Suzuki-juk nem alkalmas műszakilag az ebben az osztályban versenyzésre, így ezt most el szeretnék adni, és egy másik, erősebb autót venni helyette. A fiatal pilóta elmondta, nagyon szeretne az év végén a top 5 mezőnyébe beférni, évközben pedig egy-egy futamban felállni a dobogóra. Most lássuk a legfontosabbakat, még egyszer, röviden. Szép magyar beszéd, szavalóverseny a könyvtárban.
Manó ül a teknőben, új mesekönyvét mutatta be Verasztó Antal. Rallycross Astra Kupa, 12 évesen az év újonca, Páli Botond. Önök az Orosházi Városi Televízió február 2-ai pénteki híradóját látták. Friss hírösszefoglalóval legközelebb jövő hét kedden várjuk majd önöket. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!